És ami előnye ennek a földlabdásnak, hogy beültettük cserébe, ezt majd ugye könnyebben elhelyezhetik a lakásba, valamint kiültethető a februári-márciusi hónapokban. Kicsi, nagy, ezüst, nordman vagy luc, számos fenyőfa több méretben megtalálható a szekszárdi Szépkertfa iskolában. Mindegyiket azért nevelik, hogy szebbé tegyék valaki ünnepét. Idén az előző évhez képest 10-15%-os emelkedéssel kell számolni, mondja a szakember. A tapasztalatok szerint a hónap elején többnyire a cégek és a közintézmények veszik meg a fákat, az utolsó pillanatig azonban nem szerencsés várni, a legszebb darabokat addigra ugyanis már elviszik. Nem érdemes szerintem az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyfa vásárlást. Mi próbálunk kedvezni a vásárlóknak azzal, hogy akár most megvásárolhatják a fenyőfát, kiválaszthatják, és mi egészen december 23-áig tároljuk, mert ugye sok esetben az a probléma a hely szűkében nincs, ahol tárolják a vásárlók, és ezért így ezt megpróbáljuk ezt a problémát kiküszöbölni, meg megoldani. Egyébként még mindig a normandot szeretik a legjobban hazánkban, aminek méterenkénti ára a 8-9 ezer forintot is eléri ide. Gondolom, ez köszönhető az impozáns megjelenésének, valamint, hogy puha tűlevelű fáról beszélünk, tehát a kisgyerekes családok azért ezt előtérbe helyezik, és például egy lucfenyővel összehasonlítva a tűlevelei sokkal tartósabbak, tehát később hullatja le a tűleveleit. Magyarországon egyébként az emberek évente közel 2 millió fenyőt vásárolnak. A hagyomány szerint a karácsonyfát legkorábban vízkeresztkor, vagyis január 6-án szokás lebontani, addig a fűtött házakban és lakásokban is szinte valamennyi fa kibírja jelentősebb levélhullajtás nélkül.